Budapesten a Szövosz vendéglátóiskolába végeztem. 1964-ben országos versenyen harmadik helyezéssel. Az akkor megnyíló Kecskeméti Park étterembe helyeztek át, mikor idekerültem kerültem Soltvatkertre a helyi FMS-hez, mert a hívták akkor még az áfészeket, vendéglátó üzemágvezetőnek. Majd jött a Katonaság, ott is a szakmában dolgoztam, hála Istennek. És utána, amikor leszereltem 68-ba, akkor a Vatkerti tónál, vagy Büdöstónál közismert nevén ott lettem a túlvendéglőnek a vezetője. Majd a Nefelecs vendéglőnek, itt Sótvadkerten. És 72... Ő július 1 nyitottam meg ezt a vendéglőt, amit 32 évig üzemeltünk. Gondolom ez a 31 néhány év alatt igen jelentős evolúció ment keresztül a szakálétterem, szakálvendéglő. Igény volt arra, hogy ne csak velőt rántva, meg pirított májat, meg rántott májat, mert hát akkor az is nagy sláger volt, ahol ilyeneket lehetett kapni. És akkor megszületett az első étlap, már nyomtatott formába illetve 86-ban elérkezett az az idő, hogy már maszeknak is lehetett ö, ö, kapni, vagy maszek is kérhetett italmérésre engedélyt, és így 1986. január 1 már kiírhattam, hogy szakál László vendéglője, vagy szakál vendéglő. Mert előtte Aranyhamok Bistró volt a neve. 90-es évek elején Kapta meg a mai arculatát, amit itt láthatunk, a vendéglő, ezt a bajorsöröző stílust. Mikor élte a szakáll vendéglő a fénykorát? 70-es és 80-es években, amikor itt sorba álltak az emberek, és nem számított, hogy kis asztalok voltak, kis úgynevezett presszóasztalok, még a kezdet kezdetén. Nem ez a négyen, hatan is odaültek egy asztalhoz, csak helyet kapjanak. A vendéglátás színvonalát illetően mit jelentett a 70-es és a 80-es évek úgy általában a vendéglátásban, illetve mit jelentett itt a szakáll vendéglőben? Akkor örült, hogy kapott egy pirított májat, nem volt ennyi vendéglő, meg volt egy középosztály. Tehát itt, itt vannak a, a, a bajok gyökerét, ott kell keresni. Tehát volt egy középosztály, ami megtöltötte a vendéglőket. Itt nálam is sorba álltak, és pörgött a plac, és mindegy volt, hogy most halászlé van, vagy borjúpaprikás, vagy disznótoros. Kezdettől fogva igyekeztünk olyan színvonalat tartani, amit elvártak ettől a osztálybasorolástól, meg a szakálnévtől. Jó, hogy ezt említi, hisz a szakáll vendéglő, én úgy tudom, hogy nem aféle közétkezde volt már az átkosban sem, hanem egy minőségi vendéglátásáról elismert étterem. Nem véletlen kaptuk meg a maszakok közül elsők között a védnöki táblát, mert azt, azt nem osztogatták csak úgy, nagyon szigorú zsűri volt, háromszor vagy négyszer itt voltak zsűrizni. A vendégek elismerését mivel lehetett akkoriban kivívni? Gondolom a resztelt májat is lehetett így is, meg úgy is készíteni a házias magyaros ízekkel és a kulturált ö, környezettel, igényességgel, udvarias kiszolgálással, a hideg itallal nálunk kezdetben még a 70-es években nem volt jellemző, hogy minden vendéglátó helyen hideg sör volt. Honnan került ki a vendégkörük? kert végül is nem egy túlzottan nagy település. Mivel a főútvonal mellett vagyunk, ugye kezdettől fogva ide az átmenő vendégek is jöttek tehát a helyiek is, kijöttek a, még gyalog is, akkor még nem volt ennyi autó, kisétáltak ide a, a falu végére. Ide járt a fiatal, járt a középkorú, járt az idősebb, voltak névnapok, rendezvények, és ami nagyon-nagyon büszkeséget ölt el, és ez most a következő könyvembe, ami megjelenik, remélem karácsonyra, abban pedig a híres vendégekről fogok megemlékezni, mert például a Jákó Vera, az úgy indult el Budapestről Bács megyébe föllépni, hogy mindig a szakálnál vacsorázott. De lehetne sorolni Kibédi Ervint, Kazan Lászlót, a Vámasi Zárai házaspárt, Arackit. Azt talán nem túlzás állítani, hogy a vendéglátósok többsége legalábbis törekszik a jóra. Jó Minek köszönhető mégis az, hogy ön egy fejjel magaslott ki közülük? Talán egy dalnak a címével tudnák válaszolni, szeretni kell ennyi az egész. És úgy hozta a sors, hogy a feleségem Erzséke, aki sajnos egy éve lesz augusztusban, hogy meghalt, itt hagyott bennünket, ő is vendéglátós volt, és hát mind családi vállalkozásba üztük, és ő is ugyanúgy szerette a szakmát, mint én. Sőt, a fiaim is ezt tanulták. De hát, amikor már láttuk, hogy ennek a szakmának nincs jövője, hála Istennek még időben ők váltottak, és a élelmiszerkereskedelem fele orientálódtak. Hát én részben sajnálom is, mert nincs, aki ezt folytatja, de hát bízom benne, hogy majd egyszer a kisunokám újból megnyitja ezt a vendéglőt, és a régi szakálnév újra úgy csillog, mint 32 éven keresztül szakmai iránti elkötelezettségét azonban jól szemlélteti az, hogy még ezek után sem fordított hátat a vendéglátásnak, a gasztronómiának. Mivel foglalkozik mostanában? Azt szeretném tovább folytatni, amit korábban elkezdtem, mert eddig öt könyvem jelent meg, és most már pedig teljes egészébe a szakírásnak szendélem az időmet, és még szeretnék nagyon sok könyvet írni. Hát most a következő a kibédi féle szakáskönyv lesz, amit ő vele írtunk. Boragonyha művészetbe, kibédi ervi humorával fűszerezve. Ez lesz a következő, ami a borfesztiválra fog megjelenni, a Budapesti Borfesztiválra szeptemberre, illetve karácsonyra, amit említettem is, fog megjelenni a az életutamról, a vendéglő történetéről. Milyen könyvei, kiadványai jelentek meg eddig? 85-ben jelent meg az első könyvem, Régi ünnepek a konyhában, utána 88-ban a disznótoros, ez mind a két könyv 100 ezer példányba ö, kelt el, ami a gasztronómiai irodalom tekintetében nagyon ritkasság, hogy ilyen példányszámba három hónap alatt elfogyott. 91-ben a Szent Atya Magyarország látogatásának tiszteletére magánkiadásba kiadtam az Áld meg Urunk Asztalunkat című szakácskönyvet, amiből 500 sorszámozva készült, és az első sorszámú könyvet a Szent Atya kapta hófehér bőrbe kötve, ami a második kiadásnak a első borítóján látható is és hát ezt a könyvet a Vatikánba őrzik. Milyen forrásból táplálkoznak ezek a szakmai kiadványok? Mikor volt ideje arra, hogy a vendéglő működtetése mellett könyvet írjon, illetve hát ezzel gondolom rengeteg munka jár? Néhány évtized alatt sikerült egy 2500 kötetes könyvtárat, egy gyűjteményt összeállítani, összegyűjteni, Na most ez mellett még én gyűjtöm mind, amit itt lehet látni is, az étlapokat is, a menükártyákat, és a vendéglőkről, szállodákról a képes levelezőlapokat egész a kezdetektől fogva.